Sziasztok, én Dani vagyok, és ez itt a Lead. Ahogy elmúlt a nyár, és hirtelen beköszöntött az ősz, úgy jön egyre közelebb a Cyberpunk 2077 megjelenése, mi pedig, ha már tavasszal is tűkön ültünk az első halasztás után, akkor most szabályosan szöges ágyon fekszünk. Na de, hagyjuk is a metaforákat, és gondolkodjuk inkább a címben is feltett kérdésen. Miért lesz csak három karakterkaszt a játékban? Előre szólunk, hogy igyekszünk elkerülni a spoilereket ebben a videóban, de ha tényleg teljesen ismeretlenül akarsz bemenni a játékba, akkor valószínűleg már el is kapcsoltad ezt a videót, és nem is vagy itt. A lényeg, hogy a sztorit igyekszünk nem elszpoilerezni, de amiket eddig tudni lehet, az úgyis csak az első néhány órára vonatkozik, szóval amúgy sem lesz nagy tragédia. Oké. Hogy a kérdést értsük, értenetek kell azt is, hogy miért kérdezem. Az eredeti játékban ugyanis kasztok tömkelegét találhattuk meg. Ott vannak például a rockerboyok, akik a 20. század zenés költőinek mintáját követve arra akarják inspirálni a közönségüket, hogy döntsék meg a korrupt politikusok és pénzéhes cégvezetők jogtalan uralmát. Szóval, ha ismerősek a szerepjátékok, gyakorlatilag olyasmi karakter, mint a Bard a Dungeons & Dragonsben. Aztán persze vannak az egyszerű szólók, a zsoldosok és katonák. Ők a mindenféle kiber beültetéseikkel a harci képességeiket javítják, és többnyire valamilyen katonai múlt áll mögöttük, vagy egy állami, vagy egy céges magánhadseregben. Aztán miután leszereltek, valahogyan pénzt kellett csinálniuk, és csak egyetlen dologhoz értettek igazán. A netrunnerek abból élnek, hogy a cégek titkait megszerzik és árulják annak, aki a legtöbbet ad érte. És természetesen egyáltalán nem legális módokon jutnak hozzá. Ők a Cyberpunk hackerei, akik a koponyájuk alá épített agyalapi csatlakozóval közvetlenül lépnek be a legvédettebb hálózatokba, és ott folytatják le virtuális harcaikat a védelmi rendszerekkel. A techik azok, akik mozgásban tartják ezt a mindenféle kibernetikus kütyükre épülő világot. Mert már mindenki használja a technológiát, kevesen értenek annyira hozzá, hogy meg is tudják őket javítani, vagy átalakítani azokat saját céljaikra. Aki viszont ért hozzá, az meg tudja magát védeni ezekkel az eszközökkel, és mindig meg tudja keresni a következő adag lóvét a legújabb fejlesztésekre. A Media Cast nevében is eléggé benne van, mivel foglalkozik. Nagyjából hasonló a céljuk, mint a rockerboyoknak. A korrupció és a hazugságok felderítése, leleplezése, csak gitár helyett kezükben kamerával és mikrofonnal. Persze a Cyberpunk világában szinte minden harctérnek számít, szóval ezek a médiások inkább olyanok, mint a haditudósítók, és nem mint a mai tévés riporterek. Ugyanígy a rendőrkaszt tagjai sem olyanok, mint a mai rendőrök. Ők nem a kényelmes melókat kapják, mint a céges biztonsági szolgálatok tagjai. Nem, ők a városnak azon a részein járőröznek, ahol a kibernetikus implantátumokkal felerősített bandák randalíroznak, és nagyon remélik, hogy nem kapnak egy szájkó nyomozást. Ilyenkor ugyanis, amikor egy kiberimplantátum miatt valaki megőrül, akkor brutálisan pusztító álmokfutásba kezd, a rendőrök pedig bármilyen eszközt bevethetnek, hogy megállítsák. A korporát kaszt tagjai egyértelműen a leggazdagabbak és a legbefolyásosabbak mint közül. De persze az, hogy ők a cégek alkalmazásában állnak, nem feltétlenül jelent biztonságot számukra. Itt sincsenek szabályok. A pozíciók sokszor kihalásos alapon nyílnak meg, ergo a bérgyilkosság általi előléptetés kifejezetten gyakori dolognak számít. Ezek a modern üzletemberek nem csak táblázatokat tologatnak és pénzmozgásokat felügyelnek. Ha kell, zsoldos sereget szerveznek, ha kell, titokban illegális drogokkal árasztják el az utcát, hogy az ő cégük gyógyszereivel oldhassák meg a problémát. A fixerek az utcaismerői. Ők azok, akik az összes dílt levezénylik, akik becsempészik a fegyvereket a városba, és akik mindig meg tudják találni a megfelelő embert a megfelelő munkára. Egy rész Robin Hood és két rész Al Capone. Amikor kell, segítenek, de nem mindig önzetlen indítatásból. Mindig van egy ismerősök, aki tartozik nekik, és bármikor segíteni tudnak bárkin, ha menekülniük kell a rendőrök elől. A klímaváltozás, járványok és korrupt politikusok együttállása miatt a föld terméketlen lett. Akik a mezőgazdaságban dolgoztak és vidéken éltek, utazó életmódra kényszerültek, ők a nomádok. A nomádok hatalmas konvojokban utaznak, tele kamionokkal, lakóautókkal, mint a Mad Max-ben. Akadnak karavánok, akik utazó munkaerőként az aratást és az egyéb ilyen munkaigényes folyamatokat követik, és akadnak, akik inkább csak fosztogatni szeretnek. A szerepjátékban lévő nomád kaszt egész konkrétan egy felderítő szerepébe rakja a játékost, aki a konvoj elején motoron ülve deríti fel a terepet és intézi el a veszélyforrásokat. Na most, ha erre a listára ránézünk, akkor egyből látszik, hogy vannak köztük olyanok, amik igazából csak egy asztali szerepjátékban működhetnek igazán érdekesen.
A rockerboyok, a médiások tök izgalmas tagjai lehetnek egy négyfős csapatnak, akik közösen kalandoznak, de egy alapvetően FPS jellegű számítógépes RPG-ben már kevésbé. Ugyanígy például a rendőr, mint Kast nem működik egy játékban, aminek fix története van. Ha ugyanis itt rendőrökként játszunk, az alapjaiban más történetet generálna, ha pedig a sztorihoz kapcsolódva legfeljebb ex-rendőrök vagyunk, akkor már nincs is különbség a szóló és ő közte. Ugyanígy vannak olyan kasztok, amik inkább háttértörténetet adnak, mint például a nomád, a fixer vagy a korporát, és nem feltétlenül befolyásolják ténylegesen a harci képességeinket. Tehát, ha ebből kiindulva megyünk, akkor teljesen logikus, hogy a Cyberpunk 2077-ben csak a harcos szóló, a hacker Netrunner és a technológiában jártas Techie Cast lesz elérhető. Hiszen ezeknek a kasztoknak vannak olyan képességei, amiket szoktunk látni játékokban, és érdekesen megvalósíthatók egy ilyen környezetben is. A Cyberpunk 2077 bár a felszínen úgy láthatja, mintha lenne egy kasztrendszere, igazából ez egy sokkal rugalmasabb rendszer, mint az asztali szerepjátékban. Az asztali verzióban ugyanis teljesen bele vagy zárva egy adott kasztba, és alapvetően az határozza meg, hogy milyen képességek lesznek elérhetők, és melyek nem lesznek elérhetők számodra. A megjelenés előtt nagyon sok helyen lehetett olvasni, hogy a három előbb említett kaszt lesz jelen a játékban, de gyakorlatilag ezek sem igazából választható utakat jelentenek. Sokkal inkább arról van szó, hogy a választott skillek alapján leszel besorolva bizonyos életutakra, vagy inkább fogalmazunk úgy, hogy játékstílusokba. Viszont van, amit választhatsz a játék elején, és bár azok alapján, amit eddig tudunk, ez csak a játék kezdő küldetését határozza meg, a fejlesztők elmondása alapján ezeknek hosszabb távú következményei is lesznek. És bizony, itt bukkan fel az asztali szerepjátékból ismert többi kaszt, amikről az előbb is mondtam, hogy inkább csak előtörténetet határoznak meg, nem pedig valós képességeket. A nomádot ugyebár ugyanígy hívták az asztali játékban is, a Street Kid leginkább a fixerre emlékeztet, a korporát pedig megint csak egyértelműen a korporát megfelelője. Ezek alapján három különböző háttérből érkezhetnek a karaktereink. A nomád választás esetén V épp ott hagyja a saját karavánját, és első feladata lesz, hogy Night City-be csempészen egy értékes csomagot. A Street Kid egy Night City utcáin felnevő kis gangster, aki az utcai barátai kapcsán keveredik bele egy balhéba, a korporát pedig egy menő cég egyik alvezetőjének testőreként indítja a történetét. Ezek az alaptörténetek nem határozzák meg viszont a képességeinket, hanem sokkal inkább csak azt, hogy más karakterek hogyan állnak majd hozzánk. Tehát, míg a szerepjátékban ezek külön kasztok voltak, addig itt külön lesz egy képességfa és külön egy életút. És ezek kombinációjából jön létre a karakterünk. A játék elején meghatározhatjuk, hogy a karakterünk V, akinek a becenevét nem változtathatjuk meg, de azon kívül szinte mindent, milyen tulajdonságokkal rendelkezzen az öt fő attribútumban. Body, Intelligence, Reflexes, Cool és Technical. A tulajdonságok alapvetően 3-ról indulnak, és a játék elején 7 pontot oszthatunk szét, tehát összesen 22 ponttal indíthatunk. A Body tűnik leginkább a fő fizikai attribútumnak, az Intelligence leginkább a hackkeléshez szükséges, a Technical a kütyük kezeléséhez. A Reflex lesz a mindenféle fegyverek kezeléséhez használt attribútum, és végül a legérdekesebb a Cool. Ez úgy néz ki, mintha a hidegvérünk megőrzését jelenteni, ugyanis ide tartozik az Assassination, a Nerve, ami ugye az idegeket jelenti, és a mesterlövész fegyverek használata. A játékot kipróbálók sokat beszéltek a lopakodásról is, és ezzel kapcsolatban is folyton azt emlegették, hogy a cool tulajdonság szükséges hozzá, ezen a képen ez nem látszik, de feltételezhetően ez a tulajdonság befolyásolja azt a pontszámodat is. Na most ugyebár attól függően, hogy mennyi pontot rakunk az egyes tulajdonságokhoz, legfeljebb olyan magas szintre fejleszthetjük az egyes skilleket. Ám a skillek attól függően fejlődnek, hogy mennyit használjuk őket. Tehát, ha egy shotgun kerül a kezünkbe, de nekünk alacsonyabb body tulajdonságunk, az nem azt jelenti, hogy nem használhatjuk majd, csupán azt, hogy jelen esetben 4-nél följebb nem mehet a szintje. De ha eleget használjuk, azt a 4-es szintet elérhetjük, és akkor elérhetővé tehetjük a hozzátartozó perköket, amik minden páros szinten nyílnak majd meg, és vélhetőleg extra képességeket vagy speciális tulajdonságokat adnak majd annak a skillnek. És hogy ezekkel a különböző tulajdonságokkal mit érhetünk majd el? Nos, ahogy látjátok, szinte bármilyen kombinációt létrehozhatunk, amit csak szeretnénk. Ha lopakodni szeretnél és inkább hackkelni dolgokat, akkor csak simán belepakolod a pontjaidat az Intelligence-be és a Cool-ba, és mindjárt van egy Netrunner karaktered. Ha pedig egy hagyományosabb, harcos szólót szeretnél, akkor a Reflexes és a Body a neked való tulajdonságok, amivel közelharcban, távolharcban is bazi jó leszel, cserébe a technológiához nem fogsz tudni annyira érteni.
Plusz ugye az is egy jó kérdés, hogy vajon mennyi a maximum pontszám, amit végül eloszthatunk majd. Létrehozhatunk-e egy olyan karaktert, aki mindenhez is ért? Aki egyszerre egy kétajtós szekrény, profi mesterlövész, megszerel minden kütyüt és közben feltöri az Arasaka központi hálózatát. Na, én ilyen karaktert akarok. Szóval, hogy visszatérjünk egy kicsit a kiinduló kérdéshez, nem csak három kaszt lesz a játékban. Ha megnézzük, hogy három életút közül lehet választani, és aztán többfajta játékstílust is választhatunk, az mindjárt összeszorzódik. Ha csak ezt a három kasztot veszük alapul, az is 3x3, ami már mindjárt 9. Ha viszont azt nézzük, hányféleképpen lehet elosztani a pontokat, akkor nagyon hamar elég magas számokhoz jutunk, hogy hányféleképpen lehet személyre szabni a karaktert. Úgyhogy amiatt biztosan nem szükséges aggódnotok, hogy túl kevés lehetőségetek lenne a játékban, sokkal inkább csak azon gondolkoznék, hogy nem lesz-e túl sok, amit csinálhatunk. Ezek alapján ti milyen karaktert indítotok majd a játékban? Gondolkoztatok már ezen? Írjátok meg nekünk kommentben! Ha szeretnéd, hogy lássák rajtad, mennyire várod a Cyberpunk 2077 érkezését, vagy csak szimplán te is annyira bele vagy zúgva a világ stílusába, mint mi, akkor látogass el a webshopunkba, hiszen egy rakás Cyberpunk merch érkezett hozzánk. Vannak sapkáink, poszterek és pólók is, amiből hadd emeljem ki ezt a Never Fade Away mintát, ami ugyebár egy a játékhoz írt dal, amelyhez a Refuse nevű svéd punkbandát kérték fel, hogy játsszák el a Keanu Reeves által alakított Johnny Silverhand bandáját, a Samurait. A többi cyberpunkos cucc is nagyrészt e körül az együttes körül forog. Lenyűgöző, hogy a CD Projekt Red-es srácok micsoda lelkesedéssel hívták életre ezt a világot. Ha tetszett a videó, sokat segít nekünk, ha ezt egy like-kal is jelzed, és ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, hogy ne maradj le a további tartalmainkról sem. A kis bevásárló kosár gombra kattintva eljuthatsz a webshopunkba is, ahol menő gaming perifériákat, gamer és e-sport merch-eket, és még csomó minden más hasznos holmit találsz. Várunk legközelebb is!